Oké, és addigra pont teljes is lett az osztály. Jól van, sziasztok! És köszöntöm azokat is, akik streamelve követik ezt az órát. Igazából azon gondolkodtam, hogy ez az óra a mi szempontunkból egyetlen szempontból, a mi nézőpontunkból egyetlen elemében különleges, hogy nem csak azok vannak itt, akik egyébként az osztálynak a tagjai, hanem hogy mások is figyelhetnek minket, mert hogy egyébként itt szoktunk lenni mindig kedden 4-kor. Ha valakit érdekel, akkor ez a Színház és Filmművész Egyetem Film és Média Intézetében zajló televíziós műsorkészítő oktatás, és ezek itt az első éves hallgatók, akik mindig ilyen nagy létszámban jelen vannak, amikor órát tartunk, és ez tök jó. És ezt csináljuk szeptember közepe óta, amikor egy hét halasztással elindult a fél év. És igazából még az se különleges olyan nagyon, hogy van most egy vendégünk, Krekó Péter, Hello Peti, aki Sziasztok, köszönöm a abban a meghívást. minőségében van jelen, hogy ő az ELTE pedagógia és pszichológia karán tanít, sőt nem csak tanít, hanem hogy ott doktorált, és még csak nem is doktorált, hanem habilitált is, és az ő témája az az összeesküvés elméletek, és ugye ez azért egy érdekes dolog, mert a mi számunkra, mert ezt nem mondtam, ez egy társadalomtudományok óra, és ugye az fontos, hogy itt nem társadalomtudósokat képzünk, hanem olyan embereket, akik bármit is fognak csinálni a médiában, időről időre szembe fognak jönni velük olyan témák, olyan jelenségek, amelyeknek az értelmezéséhez szükségük lehet ahhoz, hogy társadalomtudományos kategóriákkal tisztában legyenek, és képesek legyenek e fogalmak szerint gondolkodni. És ebből adódóan a Pétert is arra kértem meg, hogy egyrészt arról beszéljen, hogy miért van szükségük a társadalmaknak arra, hogy legyenek összeesküvés elméletek, mire jó ez az embereknek, hogy ilyeneket kitalálnak, meg ilyen konstrukciókat létrehoznak. És azért gondoltam ezt még aktuálisnak is, mert hogy az a helyzet, amiben most van a világ, a koronavírus járvány, a vakcinára való várakozás, egy csomó olyan kérdést fölvet, ami ezt talán még aktuálisabbá és még élesebbé teszi. És ezen kívül még azt beszéltünk meg a Péterrel, hogy talán az is érdekes, hogyha elmondja, hogy ő maga erre a témára hogy talált rá évekkel korábban, és hogy hogyan élte azt meg, mint kutató, hogy választott egy témát, ami ma sokkal aktuálisabb, mint amikor választotta, vagy hogy ez csak egy benyomás, de azt hiszem, hogy talán ez tényleg így is van. Ennyi, és akkor még az van, hogy a Péternek 17:30-kor már egy másik kólban kell lennie, tehát ő ki fog innen csekkolni 25-kor, ha jól értelmeztem a beszélgetésünket, és hogy hát olyan 3-4 órát fogsz beszélni, meglátjuk majd. Igen, maximum szerintem annyit. Jó, és akkor beszélgetünk utána. Jó, Fogsz. nagyon szépen köszönöm, Zoli, a felvezetést, és köszönöm a meghívást, és általában, tehát hogy mindig különös örömmel fogadom el a Zoli meghívásait, mert ezeknek az osztályoknak az SFN öröm általában beszélni, és általában azért, mert egyébként sokszor más típusú kérdéseket kapok itt, és más kommentárokat, mint máshonnan szoktam, és ezt majd kérném is, meg igényelném is, mert olyan témáról fogunk beszélni egyébként, aminek nyilván van egy terminológiája, van egy kutatási, vannak benne fontos kutatások, van valamiféle kikristályosodó tudás, de nagyon sok olyan dilemma van és alapkérdés, ami szerintem a mai napig nem egyértelmű, nem megoldott, és szerintem fontos az, hogy úgy beszéljünk erről a tágabb témáról, ilyen dezinformációt mondanám ilyen tágabb témának, hogy akármilyen kérdést feltessünk vele kapcsolatban, és hogy lássuk azt, hogy itt a jelenségek kontúrjai sokszor nem annyira élesek, és lássuk azt, hogy ez egy olyan téma, amiben egyébként nem minden dologban nagyon könnyű kategorikusat mondani, de azért megpróbálok majd. És
Mondta Zoli, hogy akkor beszélj egy kicsit arról, hogy találtam rá erre a témára igazából. Az volt, hogy én a doktori kutatási témámnak annak idején egy olyan témát választottam, a politikai sztereotípiák, ami szerintem egy máig is fontos, érdekes téma, és releváns, ugyebár ez arról szól, hogy mondjuk az egyes pártok szavazói, a másik pártok szavazóiról milyen sztereotípiákat alkotnak. De igazából már intellektuálisan kitumboltam magam addigra egy szakdolgozatban, aminek ez volt a témája, és úgy éreztem, hogy igazából már nincsen olyan erős szellemi indítatásom arra, hogy ebbe a témába tovább menjek, és hát 2009-ben Antwerpen utcáin sétáltunk Dettivel, a feleségemmel, akkor még csak barátnőmmel, ahol Antwerpen, ugyebár egy olyan nagyváros, ahol az viszonylag jelentős a zsidó közösség, és ugyebár ott van egy utca, ahol az antwerpeni, hát ilyen gyémánt utca, ahol sok ékszerész van, egy látható az egész jelenség, és nagyon sok olyan teória van, amiről akkor éppen olvasgattam, hogy az antwerpeni zsidósággal kapcsolatban, hogy akkor ők milyen gazdasági, politikai túlhatalommal rendelkeznek, és miket ismerjük az antiszemita összeesküvés elméleteket, és akkor valahogy ennek a témának a kapcsán Antwerpen utcáin sétálva egy eszembe jutott, hogy mi lenne, ha az összeesküvés elméletek szociálpszichológiájáról írnám a doktori értekezésemet az ELTE PPK pszichológiai iskolájába, és aztán utána témát változtattam, a témavezetőnek tetszett a téma, és megírtam, és az a helyzet, hogy azért volt ez akkor egy nagyon könnyű feladat. A szakirodalom áttekintése 2014-ben védtem meg a disszertációmat, mert nagyon kevés szakirodalma volt az összeesküvés elméleteknek, egy nagyon alulkutatott téma volt, és 2009-ben, amikor elkezdtem, akkor különösen az volt, egy ilyen kis teljesen marginális, lényegtelen témának tűnt, amiben ugyebár ilyen teljesen ezoterikus, elvadult elméletek iránt nagyon kevesen érdeklődnek, és akkor vannak ilyen tudósok, akik a bizarr dolgok iránt érdeklődnek, és akkor megvizsgálhatják ezeket a közösségeket. De most már abszolút nem itt tartunk. Most már ugyebár azt láthatjuk, hogy az összeesküvés elméletek a politikai mainstream részét képezik, nem csak Magyarországon, de mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban is, Oroszországban, Törökországban, és még sorolhatnánk a példákat. És nyilván mondhatjuk, hogy ez nem egy teljesen új jelenség. Ha a 20. század történelmét megnézzük, akkor ott azért bőven találunk erre példát. De hát az egészen biztos, hogy ez egy ilyen, ez egy sokkal fontosabb téma lett, mint amilyen korábban volt. És sajnálatos módon nekem van egy ilyen készségem, hogy rátaláljak arra a kutatási témára, ami utána aktuális lesz, és miért sajnálatos, mert általában az ilyen szomorú dolgokkal szeretek foglalkozni. A politikai szélsőségek, populizmus, összeesküvés elméletek, dezinformáció, orosz befolyás, ilyen témákkal foglalkoztam az utóbbi években, és általában azt tapasztaltam, hogy amikor elkezdtem, akkor ezek még marginális témák voltak, és aztán ezek bemeneteltek. Részben kézen fogva, itt összefüggő jelenségekről beszélünk a mainstreamben. De ennyi talán a személyes aspektusokról elég lesz. Én azóta Politikai Capital igazgatójaként és az ELTE PPK most már docenseként folytatok kutatásokat kollégákkal együtt a témákba, és írtam egy könyvet Tömegparanoia címen, aminek éppen a második kiadásának a szövegét véglegesítjük, kiváló lektor és szerkesztő kollégák segítségével, és ez körülbelül jövő év elején lesz újra hozzáférhető. Az első kiadás az elfogyott. A Tömegparanoia 2.0, ez az új kiadás, annyival lesz több, mint az előző, hogy egyrészt olvasmányosabb lesz. Megkaptam az első kiadás kapcsán, hogy strandra, illetve buszra nem nagyon ajánlott elvinni, mert nem annyira olvasmányos. Ezt nem tudom ígérni, hogy mindenki a strandon ezt fogja olvasgatni és a buszon, de egy kicsit azért a szöveget koherensebbé, lazábbá, olvasmányosabbá, de ugyanakkor jobbá is tettük. Illetve lesz benne szó a törzsi politizálás és a dezinformáció viszonyáról, és a koronavírus és a dezinformáció viszonyáról. Nem csak ilyen olcsó reklám célból említettem a könyvet, hanem azért is, mert most megpróbálok egy ilyen nagyon
holisztikus, ilyen nagyon nagybani áttekintést adni a témáról, és nagyjából végigmenni azokon a kérdéseken, amelyekre a könyv megpróbál választ adni. És ezek a kérdések, ezek nagyon egyszerűek. Először beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyire új ez a jelenség. Most teszem hozzá, de ezt előbb kellett volna, hogy bármikor nyugodtan szakítsatok félbe, hogyha valami nem érthető, akkor nem kell megvárni a 45 percet. Meg szokott történni, ne aggódj. Rendben, ezt örömmel hallom. Tehát egyrészt, hogy mennyire új ez a jelenség, és mik azok a terminusok egyáltalán, amikkel körülírható. A második kérdés az, hogy kik azok, akik dezinformációt terjesztenek, kik azok a főszereplők, és egyáltalán mi jellemző ennek az egész világnak a kibocsátói oldalára, a kínálati oldalára. Utána foglalkoznak azzal a kérdés, hogy miért hiszünk ezekben az elméletekben, tehát hogy mik azok a pszichológiai mechanizmusok, amelyek igazából minket ezekre fogékonyá tesznek, és azért használom a királyi többest, mert az egész könyvemnek az üzenete végső soron az, hogy mindenki becsapható dezinformációval, sőt, mindenki fogékony bizonyos típusú dezinformációra, a saját elfogultságaink, illetve a magyarázatokhoz kell nyúlni. Nem arról van szó, hogy vannak azok a kevesek, akik hisznek a dezinformációba, és a többiek pedig nem, hanem itt ilyen általános pszichológiai jelenségek tesznek minket erre fogékonyá. Nyilván nem mindenkit ugyanolyan szinten. Utána arról beszélnénk, hogy mikkel kapcsolatban jelennek meg a dezinformáció, és főleg az összeesküvés elméletek, mik azok a helyzetek, amelyek ezeket előhívják, utána, hogy hol dominánsak ezek, utána azt, hogy mit csinálhatunk velük, mit lehet egyáltalán ezzel a jelenséggel egyáltalán valamit kezdeni, és egy picit beleszűni a mondani valóban koronavírus dezinformációkat is. Onnan indítanám a gondolatot, hogy igen, tehát kérdés az, hogy mennyire új ez az egész jelenség. Egy talán egy kicsit elkoptatott gondolattal kezdeném, mert szerintem nagyon jó és fontos gondolat. Harari-nak a gondolata. Harari azt fogalmazza meg a Homo sapiens című könyvében, nyilván ezt nem ő fogalmazza meg először ezt a gondolatot, ezt már sokan megfogalmazták, de ő az, aki szerintem a legérthetőbben, egyszerűbben ezt át tudja adni. Gyakorlatilag azt mondja, hogy a modern társadalmak végsősorban arra épülnek, hogy mítoszokat képesek a saját tagjaik számára megjeleníteni. És kicsit ilyen relativista módon mítosznak nevezi mondjuk nem csak, most mondok valamit, a náci ideológiát, de mondjuk a demokrácia és az emberi jogok eszmét is. És azt mondja, hogy az embert igazából azt teszi emberré, ez egy régi, de nagyon fontos filozófiai gondolat, hogy képes teremtett valóságokat alkotni. Hogy nem létező valóságokat alkotni. És bizonyos szempontból nem létező valóságokban élünk, ugyebár nem véd, és ha, hát azt hiszem, hogy ha valakinek ezt nem kell magyaráznom, akkor az ti vagytok, a művészet bizonyos szempontból egy ilyen teremtett valóság. És az embernek ahhoz, hogy a hétköznapi valóságban könnyebben, egyszerűbben tudja élni az életét, és hogy érzelmi szelepeket találjon, néha ki kell csekkolnia, és a mítoszok és a teremtett valóságok világába kell egy kicsit elkalandozni. És azt is mondja Harari, hogy ebből fakadóan igazából nincsen olyan, hogy tényalapú társadalom, ahol mindenki csak a tényekkel foglalkozik, és azokat szárazan leírja, mert mindent átszabnak igazából az interpretációink, és hogy persze ebből a gondolatmenetből el lehetne oda jutni, hogy igazából hát akkor minden mítosz, minden nem tudjuk, hogy mi a valóság, és akkor nem tudjuk az igazat a hazugságtól megkülönböztetni. De ez nem igaz. Nyilván amit az álhírek és a dezinformációk esetében fontos elmondani, hogy itt nem, mondjuk egy politikai ideológiára ugye el lehet mondani, vagy egy politikai ideológia, liberalizmus, hát ezt most nem tudjuk azt megmondani, hogy ez igaz vagy nem igaz, mert ezek inadekvát kifejezések erre vonatkozóan. Egy vallásra se tudjuk ezt így kategorikusan kijelenteni, nem is ezzel a mércével kell megítélni, de a dezinformációnak az a természete, hogy az igazság
álcájába bújt hazugság. Tehát a dezinformáció szándékos információs megvezetés másoknak olyan módon, hogy a közlő tisztában van azzal, hogy amit mond, az nem igaz. És ez nagyon lényeges, mert ezt egyáltalán nem mindig feltétlenül tudjuk, hogy így van. Nem tudjuk mindig, hogy mi van a közlő fejében. Hogyha valaki mondjuk, nem tudom, Iránban terjedt egy ilyen álhír a koronavírus kapcsán, hogyha valaki metilalkoholt iszik, akkor az immunissá teszi a koronavírusra. Az metilalkohol az méreg, ugyebár ebben több mint majdnem 200 ember meghalt azért, mert ezt a téves információt elolvasta, hogy azok, akik ezt elkezdték terjeszteni, azok hittek ebben, vagy nem hittek ebben. Ugyebár egy olyan kultúrában, ahol az alkoholhoz való viszony eleve olyan tabusított és ellentmondásokat terhelt, ott lehet, hogy merő tévedésből szár, vagy lábra kelhet egy ilyen információ, és nem feltétlenül kell hozzá megvezető szándék. De, tehát, hogy van a dezinformáció, és van mellette ez a, hát angolban disinformation, misinformation, ez a kettősség, a mondjuk téves információ és megvezető információ, a dezinformáció, így különböztethetjük meg. Általában én olyan típusú jelenségekkel szeretek foglalkozni, ahol feltételezhetjük azt, hogy itt van megvezető szándék, és nyilván vannak olyan esetek, amikor ez egyértelmű, nem mindig. A másik fogalom, amivel foglalkozni fogunk, az összeesküvés elmélet. Az összeesküvés elmélet az valami olyan teória, ami arról szól, hogy ellenünk valami más rossz indulatú csoportok egy veszélyes, gyanús összes együttműködést szőnek. Mondjuk, nem tudom, az amerikai és az izraeli kormány összeszövetkeztek, és ők döntötték le, vagy robbantották fel valójában a szeptember, 2001. szeptember 11-én a World Trade Center. Tehát, hogy ez a prototípus összeesküvés elmélet. Na, az egyetlen, hogy az összeesküvés elmélet az nem feltétlenül minden esetben dezinformáció, és nem is feltétlenül minden esetben téves információ, hiszen lehetnek olyan összeesküvés elméletek, amelyek egyébként adott esetben igaznak bizonyulnak. Mondjuk, nem tudom, hogyha azt mondjuk, hogy a nem tudom, nagy autó vállalatok, például a károsanyag kibocsátásukat, azt ilyen különböző technikákkal manipulálják, és ezért meg egymással is együttműködve, és ezért próbálják a saját dízelautóikat zöldebbnek láttatni, mint amilyen, hát ez egy összeesküvés elmélet, de egyébként speciálról kiderült, hogy ez igaz. És aztán erre reagálnia is kellett az autógyáraknak. Tehát, hogy a politikában vannak puccsok, a gazdaságban vannak kartellek, a sportban bunda, tehát hogy összeesküvés az létezik, de általában azért azt feltételezzük, hogy sokkal több a világban az összeesküvés elmélet, mint az összeesküvés, és különösen igaz ez egyébként demokratikusabb viszonyok. Harmadik kifejezés meg, amiről beszélünk, az álhírek. Az álhír az ilyen, ahogy mondtam, ez végsősorban egy olyan téves, tehát hogy egy olyan szándékosan megvezető új információ, amelynek a célja az, hogy valakit becsapjon. A dezinformáció az egy szélesebb kategória, mint az álhír. A dezinformáció azért szélesebb, mert valódi információkkal is lehet azokat nagyon szelektíven alkalmazva megvezetni másokat. Ennél most többet ilyen terminológiai kérdésekről nem mondanék. Amit fontos, még van egy ilyen kicsit elkoptatott fogalmunk, ez a post-truth, ami ez a valóságon túli világ, ez végsősorban mit jelent, ugyebár bizonyos szempontból, hogyha ugyebár a harmadiknak ezt az alapgondolatát vesszük, akkor mindig is valóságon túli világban éltünk, de annyiban ez nem feltétlenül igaz, hogy mégiscsak van egy felvilágosodásra épülő társadalmi politikai rendszer, vagy ilyenek vannak az alapvetően jelen nyugaton, ahol van valamiféle konszenzus arra vonatkozóan, hogy vannak ilyen tudástermelő intézmények, mint például a tudomány, vagy a mainstream sajtó, amelyeknek az a célja, hogy az igazságot derítsék fel, és a szakmai étosz az azt támasztja alá. Illetve
ugyebár ebben benne van az is, hogy van a hétköznapi embereknek egyfajta igény arra, hogy a valóságot megismerik. Ugye a post-truth korszaknak az a jellemzője, hogy bár ezek az intézmények körülöttünk vannak, és egyébként a valóságról való tudásunk az kiterjedtebb, mint korábban más bármennyire, de ugyanakkor főleg a politikai diskurzus teljesen eluralják a vélemény alapú, a véleményeket kiszolgáló olyan mondások, amelyeknél nem az van, hogy feltétlenül mindig hamis a mondás, de nem feltétel az, hogy igaz legyen. Volt egy, és erre, ennek szerintem egy ilyen jó kifejezője, ez egy szélsőséges vélemény, de egyszerre a Guardian meginterjú volt az egyik álhíroldalnak a szerkesztőjét, aki például olyan híreket tett közzé, hogy Obama elnök, akkor még ő volt az elnök, minden nap Allahhoz fohászkodik a Fehérházban, és akkor ott egy kis szentély is fel van állítva, és hát amikor megkérdezték tőle így az újságírók, hogy most, tehát hogy mégis honnan szerezte az információt, azt mondja, hogy nem tudom, hogy ez igaz-e, de olyan sokan gondolják, hogy ez igaz, hogy muszáj róla beszélni. Tehát az igazság az nem feltétlenül kritériuma annak, hogy valamiről beszélünk, hogyha jó a történet, és sokakat érdekel, akkor beszélni kell róla, függetlenül attól, hogy igaz-e vagy sem. És a post-truth korszaknak van egy olyan jellemző is, hogy maguk a választók, a hétköznapi emberek is elbizonytalanodnak azt illetően, hogy egyáltalán mi az, ami igaz, és mi az, ami hamis. Tehát kialakul egy ilyen bizonytalan viszony a valósághoz, és ez az, amit Weiss és Pomarancev úgy is hív, hogy ilyen posztmodern diktatúra, egy olyan, ezt Oroszországra alkalmazzák egyébként, de a posztmodernitások, ez nem a filozófia értelembe vett posztmodernitás, hanem annak egy ilyen groteszkbe fordult, egy ilyen abszolutizált, és egy ilyen, nem tudom, pornográfiába hajló elemet, tehát hogy amikor már mindenről elbizonytalanulunk, hogy igaz-e vagy sem, amikor tényleg nem van egy állítás, van egy tény, van egy alternatív tény, az alternatív tények fogalmát egyébként még egy volt fehérházi szóvivő is szóba hozta annak idején, tehát van egy alternatív tény, és akkor mindenki válassza ki, hogy mit tart igaznak, és ugyebár milyennek a világ nézetnek a vonzereje, hogy baromi demokratikusnak tűnik. Ugye, hogyha nem csak saját véleményem lehet, hanem saját tényem is, hát akkor igazán ott vagyok egyenrangúként a nem tudom, a nagy tudósokkal, akiknek szintén van egy ténye, de nekem egyébként adott esetben lehet egy jobb, mert én az interneten pont ahogy mást hallottam. Tehát, hogy van ebben egy ilyen látszat demokratikus jelenség, és egyébként az érvelés nagyon sokszor erre épül, az összeesküvés elmélet hívők, és a meggyőződéses összeesküvésemet terjesztük, általában ezt mondják, hogy, hogy ne higgyünk vakon a tekintélyeknek. Ugyebár azért, mert egy orvosnak van egy, nem tudom, harvardi pozíció egy tanszéken, azért még ne higgyünk neki. Azért, mert valaki a, nem tudom, a Times-nak az újságírója, ezért ne, vagy a BBC-nek az újságírója, ne higgyünk neki, és egyébként nyilván ez bizonyos szinten igaz, tehát a tekintély, tekintélyelvűséget, azt azért a tudástermelő intézmények esetében és háttérbe kell szorítani. Ugyanakkor azért az a helyzet, hogy például a tudomány, és ezt sajnos el kell fogadni, ez ebből szerintem nem egy nagyon demokratikus jelenség. Ott tényleg van, ott az igazság és a nem igazság között azért sokszor nagyon éles határok húzódnak, és nem mindenkinek a véleménye egyenragú. Nyilván akárki ír egy cikket egy tudományos folyóira, azt ugyanazon kritériumok mentén fogják elbírálni, de ugyebár a tudományos tekintélyeket komolyabban veszük egy adott ügyben, mint akinek mondjuk a kérdésben nincs semmiféle végzettsége. Jó, de mennyire új a jelenség? Nyilván láttuk már ezt korábban is, ugyanakkor szerintem a jelenlegi helyzetben, különösen a közösségi média által dominált közegben ez sokkal jobban felerősödött. Főleg nyugaton ezért azt látjuk, hogy a közösségi média továbbra is a legfőbb forrása általában a dezinformációnak, az álhíreknek, az összeesküvés elméleteknek. Biztos mindenki rengeteggel találkozott mondjuk a Facebookon, de ez igazából csak megkönnyítette. Tehát, hogy létező jelenségeket nagyított fel, és azért hozzátehetjük ehhez, hogy van ez a populista korszellem, amiben élünk, vagy én inkább ezt a törzsi politika kifejezést szeretem használni, ami gyakorlatilag arról szól, hogy ilyen abszolutizált politikai
konfliktusokba, próbálják érzelmileg bevonni ugyebár a politikusok a választókat, és ezeknek a politikai játékoknak mindig része az, hogy egy saját információs univerzumot alakítsanak ki, és ezek az információs univerzumok lehetőleg ne is találkozzanak egymással. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan felelősíti ezt a jelenséget. Kik az álhírek dezinformációknak a forrásai? De igazából azt mondanám, hogy szinte bárki lehet. De hogy ha a kutatásokat nézzük, akkor általában azt lehet elmondani, hogy a dezinformációs univerzumban mindig nagyon erősek azok a hangok, az az öndefiníció, hogy ugyebár ez az elhallgatott igazság, amit a háttérhatalom próbál titkolni, de mi felfedjük. És hogy az egésznek van itt is egy ilyen hiperdemokratikus érvelése, az elit az próbálja az igazságot elnyomni, de felbugyog, és mi vagyunk azok, akik ezt a felszínre hozzuk. És ebből fakadóan általában ilyen hír honlapnevek vannak, mondjuk ilyen titkolt hírek képekben, az elhallgatott igazság, stb. Ezek ilyen nagyon jellegzetes dolgok, és angol szász világban is általában ilyeneket látunk. Hát az önbeállítás, hogy itt ezek tényleg ilyen alulról jövő narratívák, amik kikezdik az elitnek a narratíváit. Ugyanakkor volt egy olyan kutatás pár hónapja, ez egy brit kutatás egyébként, és az Oxfordi Egyetem és a Reuters Institute közösen csinálták, ahol azt a következtetést vonták le, hogy a nagy hatású dezinformációk több mint 60%-a az vagy politikusoktól származik, vagy celebritásoktól származik, vagy nemzetközi szereplőktől származik. De általában, tehát a hétköznapi emberek is elindíthatnak álhíreket, de azoknak soha nem lesz olyan nagy hatása. És például, hogyha most megnézzük az Amerikai Egyesült Államokban, hogy valójában ki annak a típusú álhírnek a legfőbb forrása, hogy az egész választás úgy, ahogy van, el volt csalva, hát ez ugyebár nem öntudatos állampolgárok önmagukban, nem is egyébként az orosz propaganda, nem is a kínai propaganda, hanem az Amerikai Egyesült Államok elnöke, még hivatalban levő elnöke, aki ezt terjeszt, és általában azért azt látjuk, hogy a dezinformációs piac, bár mindig magát ilyen alulról szervezőnek próbálja mutatni, de valójában nagyon is tekintélyelvű, és nagyon is ilyen felülről lefele hatol. És bizonyos szempontból sokszor egyébként centralizáltabb, mint ami ennek tűnik, de ugyebár általában ez a természetet pontosan nem tudjuk megismerni. Tehát vannak politikai szereplők, politikai pártok, akik tudatosan terjesztenek dezinformációt. Nehéz azt elképzelni például, hogy Donald Trump ne lenne a saját maga azzal tisztában, hogy egy-két állítás azért a választási csalásokról az teljes logikai nonszensz, ugyanakkor folytatja, mert neki politikai előnye származik. Ebből nem kell a saját szavazóitól se bocsánatot kérni amiatt, mert hogy elveszítette a választást, és egyébként mobilizálhatja a táborát. Adott esetben ez akár egy 2024-es elnökválasztási kampánynak a kezdete is lehet. Lehetnek nemzetközi szereplők, ahogy ezt már említett, például Oroszország, Kína, Irán a dezinformáció forrásai, de azért az a helyzet, hogy a nemzetközi szereplők között beszélünk, akkor most már tényleg oda kell tenni ehhez például az Amerikai Egyesült Államokat, amely ahogy említettem, az ilyen választással kapcsolatos dezinformációknak az egyik forrása. Ott vannak egyébként a nagyvállalatok is. Voltak arra bőven példák, például egyébként Afrikában, Dél-Amerikában, hogy olajnagyvállalatok terjesztettek olyan dezinformációkat, amelyeknek a célja például a zöld energiák teljes hiteltelenítése volt, ilyen Kanadában is volt. Ugyebár hallunk sokszor ilyeneket, hogy nem tudom, a szélerőmű az a legnagyobb gyilkosa a környezetnek, mert megőrülnek tőle a giliszták, kihozza őket a földre, ott meghalnak, a madarakat ledarálja, az egész környezetnek sokkal rosszabbat tesz, mint a hírheten környezetbarát fosszilis energia. Tehát, hogy ez például, ezt olajvállalatok is terjesztettek, mondjuk civil szervezeteken keresztül, ez egy jól dokumentált dolog. Ezt itt valami egy kérdés, Péter, csak mondom. Jó. Akkor... Tőlem érkezne igazából ez a kérdés, kicsit elhaladtunk attól a résztől, de hogy a civilek által indított összeesküvés elméletek miben térnek el a városi legendáktól? Uh-huh.
Na, hát ez egy nagyon jó kérdés, tudnék egy nagyon hosszú választ adni, de próbálok egy viszonylag rövidebb. A városi legendák azok jellegzetesen azok a történetek, amikről halljuk, hogy egy ismerősnek az ismerősének az ismerősével megtörténtek. Biztos, hogy igaz, de hogy, és egy ilyen, egy, és ilyen jellegzetes, ilyen esti sörözésnél könnyen átadható, ilyen kis sztorik, mondjuk a mit tudom én, amiben általában egy visszatükröződnek az adott közegnek a sztereotípia, és valami morális tanmesét tartalmaz. Mondjuk az a baj, hogy ebből csak politikailag inkorrekteket tudok mondani, mert ezek általában politikailag inkorrektek, de mondjuk ez, hogy a kínai éttermekben macska és kutyahús szolgálnak fel, ez ugyebár egy ilyen jellegzetes városi legenda, ami a világ nagyon sok részén megtalálható, van benne kis erkölcsi tanmese, más kultúra, vigyázz vele, ne menj oda, óvakodj, és tehát van üzenete, és az ilyen jellegzetes sztereotípiák megjelennek benne. Ugyebár azért nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ennek a, tehát ha ennek a városlegendának mondjuk a valóság alapját vizsgáljuk, hogy bárkinek jobban megérné azt, hogy mondjuk nem tudom, megnyúzzon egy kutyát és egy macskát, és az fogyasztásra képes állapotba hozza, ez valószínűleg egy elég hosszadalmas folyamat, azzal összevetve, mintha mondjuk, nem tudom, 1000 forintért vesz egy kiló csirkehúst. Tehát, hogy ezek általában olyan elméletek, amelyek nem nagyon életszerűek, de ugyanakkor népszerűek tudnak lenni. Az összeesküvés elmélet, na, tehát, hogy az összeesküvés elmélet az egy kicsit más jelenséget ír le. Az összeesküvés elméletben mindig benne van az összeesküvéses narratíva. A városi legendákban bizonyosakban benne van, bizonyosakban nincs, és az összeesküvés elméletnek nem mindig feltétlenül van egy ilyen egyértelmű üzenete, hogy akkor ezért most így kell csinálnod, vagy úgy kell csinálnod. Tehát nem a, és kevésbé a hétköznapi jelenségekről szólnak, sokkal inkább általában egy ilyen absztraktabb szinten mozognak. Köszönöm. Jó. Én köszönöm a kérdést. Jó, tehát, hogy röviden még annak kapcsán, hogy kik próbálnak minket megvezetni, próbálhatnak mindenki alapvetően, és azért azt kell látni, hogy a dezinformáció az hat. Vannak olyan komoly vizsgálatok, amik azt mutatják, hogy az álhírek azok gyorsabban terjednek, messzebb terjednek, és könnyebb őket elhinni, mint a valódi híreket. Miért? Mert újdonságot tartalmaznak, és mert érzelme, és az érzelmeinkre hatnak. És hogyha ez igaz, akkor nyilván nem csodálkozhatunk azon, hogyha egyre többen vannak azok, akik megpróbálnak a hiszékenységünkből meggazdagodni, és mondjuk a eddig főleg politikai szereplőket említettünk, de említettünk gazdaságit is. Ugyebár nagyon sokszor van olyan, hogy bizonyos honlapokat egyszerű állampolgárok indítanak el pénzkereset reményében, és akkor felraknak rá olyan híreket, amelyek ilyen nagyon kattintásvadász címmel rendelkeznek, egy részük igaz, egy részük hamis. A leghardcore-abb álhír oldalakon is azért igaz hírek is meg szoktak jelenni általában, de a lényeg az, hogy a címére kattintsanak. És a címére akkor kattintanak, hogyha valami újszerűt fog tartalmazni, mondjuk múltkor nem tudom, egy ilyenbe bukkantam bele, és az fotóval volt illusztrálva, hogy valakit a Tiszában bekapott egy harcsa, és akkor volt egy ilyen, tényleg akkora harcsa, amit az ilyen horrorfilmekben szoktunk látni, és akkor egy horgászt így bekapott a megaharcsa. Tisza partján, tessék? A megaharcsa. Igen, a megaharcsa. És hát nyilván, hogy az ember az ilyenre rákattint, de én emlékszem arra, amikor először ilyen álhírekkel találkoztam az interneten, és akkor nem értettem, hogy miért írja ki valaki azt, hogy földrengés van, mikor nincs. Hát nyilván azért, mert rákattintunk, és azzal, hogy mi rákattintunk, azzal ugyebár azoknak, akik az oldal mögött állnak, és az oldal tulajdonosai, azoknak profitot hajtatunk, mert ezeken az oldalakon reklámok jelennek meg, és ha többen klikkelnek a reklámra, akkor az oldal tulajdonosa több pénzt fog ezért kapni a reklám cégektől, tehát hogy van ennek egy üzleti modellje is. De alapvetően éppen ezért arra kell felkészülnünk, hogy nem lesz olyan intézmény, aki megvéd minket ettől a dezinformációs áradattól. Miért hiszünk bennük, hogy egy kicsit a keresleti oldalra is fókuszáljunk? A pszichológiai magyarázatoknak két alapvető iránya van, és ebben szinte minden beletuszkolható. Az egyik az a felszínes feldolgozás, tehát az, hogy az információkat hajlamosak vagyunk sokszor nem kellően alaposan
megvizsgálni, és minél felszínesebben olvasunk egy cikket, annál inkább, annál könnyebben megvezethetőek leszünk által. Ha nem dolgozunk fel kritikailag a tartalmát, akkor egyszerűen meggyőzhet minket a cím. És erre elég sok vizsgálat van egyébként, ami tényleg azt mutatja, hogy például, hogyha az emberek úgy olvasnak híreket, hogy közben, nem tudom, számjegyeket kell memorizálni a fejükbe, ugyebár az azt jelenti, hogy a kognitív kapacitásunkat arra tudunk fordítani, hogy kritikailag értékeljük a cikknek a tartalmát, ez csökkenni fog, akkor ezáltal... Akkor könnyebben bedülünk az álhíreknek. Olyan vizsgálatok is vannak, hogy azok, akik kognitívan impulzívabbak, tehát hogy szeretnek gyorsan következtetést hozni ilyen intuitív módon kérdésekbe, azok könnyebben bedőlnek az álhíreknek, egészen azért, mert egyszerűen azért, mert kevesebb időt töltnek azzal, hogy ezek az információkat mélyebben feldolgozzák. Van ugyebár arra vonatkozóan is kutatás, hogy ezt majd később mondom. Tehát ez az egyik a felszínes információ feldolgozás, ez nyilván mindannyiunkat jellemez, mert mindannyiunknak korlátozott ideje van arra, hogy információkat dolgozzunk fel, és ami nekünk fontosabb, arra több időt szánunk, mint ami nekünk kevésbé fontos, és ez nyilván a becsapásnak egy meleg ágy. A másik dolog, az pedig az elfogultság. Tehát az, hogy szeretjük azokat a híreket olvasni, amelyek valamilyen szempontból megerősítik a mi véleményünket. Mondjuk, amikor nem tudom, mindenki számára biztos ismerősek ezek a típusú hírek, hogy nem hiszed el, ha megnézed, XY politikus felmosta a padlót a miniszterelnök. És akkor mondjuk, ráklikkelünk a videóra, és ez a legnagyobb jó indulattal se feltétlenül ezt látjuk, de ez mondjuk még nem egy álhír kategória, mert mondjuk a maga a videó az lehet valós, ez csak ilyen clickbait megvezető cím. De ugyanilyeneket lehet, ugyebár az amerikai elnökválasztást megelőzően, még 2016-ban olyan elméletek keringtek, álhírek keringtek, hogy Ferenc pápa Donald Trumpot javasolta az amerikaiaknak, tehát hogy őt endorzolta, őt javasolta megválasztása, ez ilyen jellegzetes vágyteljesítő álhír. Nagyon sokszor azért hiszünk el egy bizonyos típusú információt, mert megerősíti az eleve létező véleményünket, félelmeinket, reményeinket, stb. És én azt gondolom, hogy mind a két tényező nagyon fontos, de én óvaintenék attól, hogy a problémát az elsőre szűkítsük. Ugyebár nagyon sokszor, amikor olvasunk ilyen kis jó tanácsokat, hogy hogyan tudjuk az álhírek hatását kiküszöbölni. Nézzük meg a forrást, ellenőrizzük a dátumot. Tessék? Azért még akkor is sok becsúszik. Még akkor is sok becsúszik, és ez nyilván tök fontos dolgok, de az a helyzet, hogy ne higgyük azt, hogy csak ilyenek által teljesen el lehet tüntetni az álhíreket, összeesküvés elméleteket, ezért egyszerűen azért, mert nagyon sokan ezekbe szeretnének hinni. És akkor is, és ha szeretnénk valamibe hinni, akkor igaznak fogunk látni dolgokat a nagyon egyértelmű jelek ellenére is, hogy az úgy abban a formában nem igaz. Tehát, hogy mind a kettő egyszerre fontos, és a közösségi média az itt hoz egy lényegeset ebbe a kérdésben, mind a kettőt felerősíti. Közösségi médiában felszínesebb az információfeldolgozás. Volt olyan kutatás, ami azt mutatta ki, hogy a Twitteren 60%-át a cikkeknek, amelyeket megosztunk, el sem olvassuk egyszer se. Tehát, hogy a címét elolvassuk, ez baromi jó, ezt másnak is el kell olvasnia. Igaz, hogy én sem olvastam el, de másnak mindenképpen el kell olvasnia. És ez nyilván itt a hallgatóság tagjait soha nem csináltak, de hát vannak olyanok, akik ilyenekre hajlamosak. És a Twitter már be is vezetett egyébként egy olyan módszert, hogy megkérdezi egy olvasatlan cikk előtt, mielőtt újra akarjuk osztani, nem akarod véletlenül elolvasni? És szerintem ez nagyon jó ötlet ebből a szempontból, hogy mégiscsak rádöbbenti az embert arra, hogy hoppá-hoppá, lehet, hogy érdemes ezzel megismerkedni, mielőtt tovább osztom. Tehát van egy ezt is felerősíti, illetve nyilvánvalóan felerősíti az elfogultságainkat. Ugyebár ezek az információs buborékok, meg szűrőbuborékok, amikben élünk, ezek végül is
egy olyan környezetet hoznak körülöttünk létre, ahol leginkább azoknak a véleményét fogjuk látni, akikkel mi egyetértünk. És azok, akikkel nem értünk egyet, azok csak úgy bebeszivárognak ilyen rossz példaként a szűrőbuborékban, nézve, milyen hülyeséget mondott megint XY. És akkor lehet rajta röhögni, meg szörnyűködni, de ettől nem fog a véleményünk megváltozni. Tehát, hogy mind a két hajlamunkat, ami minket fogékonyá tesz a dezinformációra, az elfogultságokat és a kognitív felszínességet, ez felerősíti a közösségi média. Ráadásul ellátja ugyebár a személyességnek a hitelesítő bélyegével is, mert általában a közösségi médián keresztül ismerőseinktől kapunk információkat, és ha ők azok azt hitelesítik, az nyilván még jobbnak is tűnik. Voltak olyan, és azért nagyon fontos az elfogultságoknak a szerepe egyébként, mert hogy látni kell azt, hogy ez egy szimmetrikus dolog is lehet. Tehát, hogy vannak egy ilyen nagyon polarizált, vagy ilyen törzsies politikai konfliktusok közepette, nincs olyan, hogy csak az egyik oldal hisz áll hírekben, nincs olyan, hogy csak az egyik oldalon látjuk jelen ezt a logikát, hanem ez eluralja a nyilvánosságot, és erről bőven vannak például az Egyesült Államok, de egyébként Magyarországról is kutatások, hogy ez mennyire igaz. Nyilván nem lehet azt elhallgatni, mondjuk ha most Amerikáról beszélünk, vagy a mai Magyarországról beszélünk, hogy az egyik oldalnak jóval nagyobbak lehetnek az erőforrásai arra, hogy a saját dezinformációit terjessze, és nem mindig, tehát hogy például amerikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a dezinformáció és általában a politikai összeesküvés elméletek azért valamivel virulensebbek a jobb oldalon, mint a bal oldalon, de ugyanakkor azért a bal oldalon is bőven jelen vannak. És általában ezt látjuk, hogy ahol a dezinformáció meghatározzává válik a nyilvánosságba, akár az egyik oldalon, ott általában ez hat a másik oldalra is. Mikkel kapcsolatban jelennek meg az összeesküvés elméletek, álhírek? Általában mindig, hogyha valamilyen új szokatlan helyzettel találkozunk, akkor azt kitermelik az új típusú furcsa magyarázatokat. Mondjuk, nem tudom, az utóbbi napokban például, ha Szájer Józsefnek a brüsszeli kalandjára gondolunk, akkor egy nagyon gazdag tárházát nyújtotta egyébként az összeesküvés elméleteknek, és ez bizony számomra egy természetes jelenség, vagy terrorcselekményekről beszélünk, vagy gazdasági válságokról, vagy a koronavírusról ugyebár. Van egy új jelenség, és úgy érezzük, hogy egy atipikus jelenséghez atipikus magyarázatok kellenek, és nyilván sokan vannak, akik ráadásul abban érdekeltek, hogy ilyen atipikus magyarázatokat állítsanak elő, és végsősorban létrehozzák ezeket az új típusú magyarázatokat, és érdekeltek leszünk abban, hogy ezeket valamilyen szinten elhiggyük. És az a helyzet, hogy ez van, akik ezt egy ilyen kollektív probléma megoldásként láttatják, és nyilván el lehet mondani, hogy valószínűleg volt az emberiségnek egy olyan időszak, amikor ez a hajlamunk, hogy egy új típusú helyzetre új típusú magyarázatokat gyártunk, ez nagyon nagyon fontos volt, és bizonyos számomra ez egyébként a tudomány előrehaladásának is egy oka. Nyilván, amikor van mondjuk egy megbízható információs környezet, és ezt rombolják le ezek az alternatív magyarázatok, akkor ezek jóval károsabbak tudnak lenni. Hol terjednek igazán az összeesküvés elméletek? Alapvetően azt mondhatjuk, hogy az egész világon nagyon megtalálhatjuk ezeket, és általában a dezinformációt sem mondhatjuk azt, hogy ez csak és az eddigi példáimból is látszott, hogy ezek nem csak a fejletlen, meg diktatórikus társadalmakban vannak jelen. Persze általában azt látjuk, hogy ilyen államilag finanszírozott dezinformációs gépezetek leginkább nem demokratikus környezetekben tudnak működni. A 20. században ugyebár a totalitárius diktatúrák ennek mondjuk a prototípusai. Nyilván ma is elmondhatnánk mondjuk Észak-Koreát, de nyilván ha mondjuk az erdogáni Törökországot nézzük, vagy a putyini Oroszországot, vagy mondjuk Azerbajdzsánt, akkor ott is nagyon erősen jelen van ez a logika. És viszont az a helyzet, hogy egyre inkább a nyugaton is. Tehát, hogy éppen egy olyan országban élünk, ahol azt hiszem, az nem kell nagyon sokat magyarázni, hogy elképesztő centralizált média gépezet épült ki arra, hogy bizonyos narratívákat keresztül nyomjon a nyilvánosságon, és a kormánypolitika hivatalos magyarázata az összeesküvés elmélet lett. Legyen szó egyetemi tüntetésről, legyen szó jogállamisági mechanizmusról, legyen szó
mondjuk akármilyen kívülről jövő kritikáról, akkor rögtön beindulnak ezek az összeesküvés elméleti magyarázatok, és az a helyzet, hogyha megnézzük a közvélemény kutatásokat, Political Capitalnek számos ilyen közvélemény kutatása volt, ezek működnek, nem mindenhatóak, de igenis nagyon erősek tudnak lenni, és meg tudják győzni a közvélemény egy jelentős részét. Tehát, hogy nem igaz az sajnos, hogy nem tudom, 21. század ember az már sokkal kritikusabban nyilvánul meg az vagy fordul az információkhoz, mint a 20. században, tömegmédia is ugyanúgy hatással tud lenni a közgondolkodás, és nyilván, hogyha ezt még meg tudja támogatni mondjuk egy közösségi média kampány. Lenne megint kérdés, Pöke? Jó. Hogy az egyetem foglalással kapcsolatos ilyen álhírek, amik így elterjedtek, hogy az is mondjuk összeesküvés elméletnek számít? Hát amiket én olvastam, azok egyértelműen, mert itt végsősorban ugyebár ezek arról szóltak, hogy a szegény megvezetett diákok ugyebár nem is tudják, hogy mit csinálnak, és igazából ők nem is saját akaratukból csinálják ezt, hanem van a háttérhatalmi szervezkedés, meg a régi tanári gárda, meg a Soros György, meg a stb. És ők állnak mögötte, és valójában ugye az összeesküvés elméleteknek nagyon sokszor van egy olyan logikája, hogy ha van egy olyan csoport, akik nem kényelmes bűnbakok, akkor őket igazából csak eszköznek láttatja a háttérhatalom birtokába. Ugyebár a diákokat nem lehet nagyon diabolizálni, tehát hogy nem, és nem is nagyon veszik ki jól magát, hogy őszinték legyünk, ilyenkor mit lehet csinálni, akkor azt lehet mondani, hogy igen, ott állnak mögöttük a mindenféle gonosz csoportok, és igazából őket csak eszközként használják, és ez egy nagyon jellegzetes, a tüntetések kapcsán nagyon sokszor erről van szó egyébként, hogy ez a történet lényege az, hogy a tüntetők azok soha nem, akik tiltakoznak, azok soha nem saját akaratukat képviselők, hanem valakiknek az eszközét. Tehát szerintem itt egyértelműen beindult. Hát az engem támogató tüntetők az a népakarat, az ellenfelemet támogató tüntetők, ők a megvezetett tömeg. Egészen pontosan, és itt, ahogy a chatben is szerepel, hogy buszasztatták ugye már a tiltakozókat. Ez klasszikus, így van. Igen, tehát hogy igen, szerintem ez teljesen kimerítette az összeesküvés-elmélet fogalmát. Tegyük hozzá, hogy ezek nem nagyon, se nem új keletűek, se nem kreatívak, és hogy ilyen típusú magyarázatot nagyon sokat hallhatunk. Így van, konkrétan a buszosztatás sem új keletű, szerintem az elmúlt 10 évben ez legalább az 5. buszosztatás, miközben tudunk másfajta buszosztatásokról, amelyek valóban léteznek. Igen, pontosan. Pontosan. Tehát, hogy ez szerintem nagyon, nagyon jellegzet, ez egy, hogy mondjam, csebben a tenger. Tehát ez egy jellegzetesen megmutatja azt, hogy mennyire eluralt mindent az összeesküvés elméleti magyarázat, és az a helyzet, hogy ezt azért sajnos ki kell mondani, hogy ez általában nem nagyon demokratikus környezeteknek a meghatározója szokott lenni. Tehát ugye az összeesküvés elméletnek mindig az a lényege, hogy nem hiszi el a hivatalos mondás, nem hiszi el azt, hogy valaki önálló saját maga a csekszik, de a politikus sem, meg senki, és akkor ugyebár, hogyha eluralkodik ez a gondolkodás, akkor ez bizonyos szempontból eljuthatunk oda, hogy mivel senki nem a saját akaratát képviseli, csak valamilyen háttérhatalmit, ezért az egész demokrácia egy színlet, díszlet, stb. És nyilván ez azzal együtt igaz, hogy most, ha megnézzük azt, hogy Amerikában mennyire elterjedtek, mondjuk, ahogy mondtam, választási csalással kapcsolatos összeesküvés elméletek, de ott van ez a QAnon összeesküvés elmélet, amiről talán többen hallottak, ez egy nagyon zavaros, furcsa teória, ami gyakorlatilag valami olyasmit állít, hogy az amerikai adminisztrációban a mély állam, ugyebár ez az ilyen befolyásos bürokraták, nem megválasztott bürokratáknak az együttműködése, akik akadályozzák az elnöknek a tevékenységet, tehát hogy a mély államon belül van egy olyan pedofil, sátánista, stb. Csoport, aki igazából azért akarja megbuktatni az elnököt, mert félnek attól, hogy az ő szektájukra, meg ilyen mindenféle gonosz és etikátlan praktikáikra fény fog derülni, és hogy nagyon, tehát hogy nyilván Amerikában is látjuk ezeket a nagyon bizarr összeesküvés elméleteket, ezek van két olyan kongresszusi képviselő egyébként a képviselőházba, aki hitt ezekbe a teóriákba, és végül bekerült
a kongresszusban, tehát hogy ezek nem teljesen a marginális elméletek, sokan is hisznek bennük, tehát hogy ez mindig az, de is meg is kell nézni egyébként, hogy az amerikai demokrácia azért ilyen válsághelyzetben nem minden nap szokott lenni. Szóval amikor ennyire eluralkodnak az összeesküvés elméletek, az mindig egy válság tünet, és nem véletlen, hogy a nem demokratikus mozgalmak általában összeesküvés elméleteken keresztül mozgósítják a saját csoportjaikat, például a demokratikus intézményekkel szemben. És én mégis egy utolsó gondolatot mondanék, aztán a kérdésekre válaszképpen még nyilván sok mindenről tudunk beszélni, hogy mit lehet csinálni, ugyebár az ellen, hogyha... Még majd a járvánnyal kapcsolatban mondjál valamit, meg az oltás ellenesség. Jó. Az nagyon fontos, hogy a dezinformációk és az álhírek meg összeesküvés elméletek, azok egyáltalán nem mindig csak politikai kérdésekkel kapcsolatban jelennek meg, és általában minden, ami közérdeklődésre számot tart, az kitermeli ezeket a teóriákat. Ugyebár nézzük meg a koronavírus. Koronavírusra tényleg minden igaz, amit eddig mondtunk. Ugyebár érzelmeket gerjeszt, folyamatosan szorongunk tőle. Új helyzet, amivel még nem nagyon találkoztunk. Ráadásul ott vagyunk egész nap a gép előtt, ugyebár amikor mondjuk karantén van, és olvassuk a híreket, meg nézzük a nyilvánosságban megjelenő dolgokat, és jobban ki is vagyunk téve a teóriáknak. És amit a közönkutatások többsége talál, Magyarországon és nemzetközi szinten is, hogy egyre szélesebb az a tábor, akik fogékonyak az olyan alternatív magyarázatokra, hogy ez két típusú alternatív magyarázat mondja, bár a kettő az egymásnak valamilyen szempontból logikai ellentéte. Érdekes, hogy mégis néhányszor ugyanazokon a fórumokon meg tud jelenni mind a kettő. Az egyik az, hogy a koronavírus az valamiféle csodafegyver, amelyet Bill Gates szabadított a világra, hogy csökkentse a világ lakosságát. Ez miért érdekel valakinek, aki ugyebár a termékeit akarja minél nagyobb számban eladni, hogy a saját potenciális keresletét ugyebár megritkítsa, ez egy nagy kérdés, de van egy ilyen elmélet. Vagy Kína, vagy Oroszország állította elő ezeket katonai laboratóriumokba, és ezek gyilkos tömegpusztításra alkalmas, ez egy fegyver végső soron. Ugyebár ezt cáfolták azok a kutatások, amelyek egyértelműen kimutatták, hogy ez egy mesterséges, bocsánat, hogy ez egy természetes eredetű, és nem egy mesterséges eredetű vírus. Tehát, hogy belőlem is megszólalt írtam a háttérhatalom. Tehát, hogy ezek nem igazak, de mégis ezek nagyon elterjedtek. És a másik típusú teória az pedig ennek a logikai ellentéte, hogy ez egy nem komoly dolog, ez nem is létezik. Valójában csak elhitetik velünk, hogy ilyen van, de nincs is. Azért, mert egyeseknek az lehet az érdeke, hogy mondjuk mikrocsippeket ültessenek belénk. Az amerikai kutatások szerint az amerikai választók egy negyede gondolja azt, hogy Bill Gates a vakcinákon keresztül mikrocsipet akar belénk ültetni. Mert akkor ellenőrizhetővé válunk, meg tudják, hogy hol vagyunk, meg minden, mintha ezt egyébként a mobiltelefonnal a zsebünkben nem lehetne rólunk szinte bármikor tudni. De hogy vannak ilyen nagyon elvadult teóriák, de mégis egyrésztről ugyebár kifejezik azokat a félelmeinket, amelyek bennünk vannak, és ez egy valamilyen szempontból a szimbolis megküzdés része is. Másrésztről, ugyebár egyre szélesebb az a társadalmi közeg, amelyik nem szeretne, egyszerűen nem szereti a lezárásokat, nem szereti a korlátozásokat, nem akar otthon maradni, be akar menni dolgozni. És ezek mind érthető dolgok, ugyebár hogyha ehhez akarja az ember a véleményét igazítani, akkor könnyen ott találja magát, hogy megkérdezi azt, hogy igazából mennyire komoly ez az egész vírus. Mert hogyha valaki ugyanazt az életet akarja élni, és azt is éli esetleg, mint korábban, akkor nyilván ezt hozzá kell igazítani a véleményét. Tehát ez egy bővülő tábor. A vírusszkeptikusok, de ugyanakkor ezek a vírusokkal kapcsolatban ilyen horrorisztikus összeesküvés elméleteket gerjesztő csoport egyaránt. Ugyebár nézzük meg azt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a republikánus vezetés igazából egy időben mind a kettő, vagyis hát a Trump elnök és a közvetlen környezet mind a kettőt terjesztett. Egy ideig azt mondta Trump elnök, hogy ez egész egy kamu, és a demokraták találták ki, meg nem is igaz, meg még annyira se komoly, mint az influenza, stb. Utána a ciklus vége felé, pedig ő és Pompeo
külügyminiszter többször hangoztatták azt, hogy ez valójában a kínai laboratóriumokból kiszabadult, ugyebár biológiai fegyver. Ezt a kettőt ezt együtt nehéz elképzelni logikailag, de ebből is jól látszik, hogy az összeesküvés elméleteknek, álhíreknek az a természet, hogy a logikai inkonzisztencia elég nagy részét képesek tolerálni. Erre egy ilyen másik jellegzetes példa, brit tudósok kutatásaiból tudjuk, hogy azok, akik mondjuk hajlamosak voltak kételkedni az Osama Bin Laden halálával kapcsolatos hivatalos magyarázatokban, azok egyszerre fogadták el azt a magyarázatot, hogy Osama Bin Laden még mindig él, meg azt, hogy már sokkal korábban meghalt, mint amikor az amerikai katonák hivatalosan ugyebár likvidálták. Tehát, hogy tényleg ez a jelenség természete, hogy nagy konzisztenciákat képes kezelni. És ami egy nagyon aggasztó jelenség, az, hogy részben a koronavírus szkepszis növekedésével, de részben egyébként ettől függetlenül is a vakcinákkal kapcsolatos ellenérzések felerősödésével egyre többen vannak olyanok, Magyarországon is, de egyébként ez a világ közvéleményében nagyon sok országban kimutatható, akik gyanakodva figyelnek a vakcinákra. Aki azt mondják, hogy vagy nem tudjuk, hogy mi ez, most egy gyorsított eljárásba elfogadtatják, hát inkább be se adassuk magunknak, mert túl sok lehet a mellékhatás, vagy sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mondjuk ugyebár ez a vírus nem is olyan komoly dolog, akkor nincs is szükség vakcinára, vagy azt gondolják, hogy akkor ezzel tényleg mikrocsippet vagy valami mást ültethetnek belénk. Ugyebár egy legutóbbi magyar kutatás azt mutatta, de itt a számok azért, hogy mondjam, számok azok széles skálán mozognak, de hogy egy ilyen 30-50% a magyar lakosságnak az maximum, aki beoltatná magát egy koronavírus vakcinával, és nyilván ennek a vakcinellenségnek nem nagyon segít az, hogyha egy kormányzat azokról a vakcinákról szeret a legtöbbet beszélni, a kínai és az orosz vakcinákról, amelyeknek egyébként amelyekkel kapcsolatban több tudományos kételj merült fel azt, illetően, hogy a tesztelési eljárás az megfelelően zajlott-e tudományos körökben, illetve amelyekkel szemben a magyar lakosság is egyébként sokkal kevésbé táplál bizalmat. Tehát ez vannak kutatások, amik azt mutatják, hogy a magyar lakosság nem annyira örömmel oltatná be magát mondjuk egy Sputnik V vakcinával, ugyebár ez az a vakcina, amit az orosz hatóságok tényleg már akkor engedélyeztek, az egészségügyi hatóságok, amikor a klinikai tesztelés első fázisán még túl sem esett ez a vakcina, mint mondjuk egy amerikai vagy német vakcinával. Tehát, hogy nagyon sok dolog belejátszik ebbe, benne van a koronavírus tagadás, benne van a vakcina ellenség, ami egyébként világszerte erősödik. Csomóan azt mondták, hogy ez az oltás ellenség ez el fog múlni, amikor jön majd a koronavírus hatására, mert mindenki érti majd, hogy itt oltásra lenne szükség. Nem, az ellenkezőjét tapasztaljuk, tehát van egy ilyen kortrend, és ebbe belép egy geopolitikai játszma, amiben egyes országok azzal blöffölnek, és az Oroszországon látszik leginkább, hogy mikor saját állampolgáik számára sem tudnak elegendő vakcinát létrehozni, akkor azt mondják, hogy egyébként az egész világot el tudnák látni vakcinákkal, és ezzel próbálják azt az imást kelteni, hogy igazából ők a koronavírus elleni küzdelem legsikeresebb szereplői. Jó, én itt most megállnék. Oké. Amúgy is lett volna kérdés. Majd félig ehhez kapcsolódott volna, hogy kicsit megerőszed ezt az orosz vakcina kérdést, de általánosságban engem az érdekelne, hogy valamilyen szinten a megoldás olyan szempontból, hogy ez egy nagyon filozófiai, meg jogi kérdés is, hogy mi a jó megoldás olyan szempontból, hogyha ezeket az elméket így hagyjuk szárnyalni, vagy inkább, hogyha elkezdjük szabályozni, és hogyha pedig tehát hogy szükség van-e szabályozásra, vagy inkább az edukáció lenne a lényeg. Tehát, hogy mármint, hogy mit kéne szabályozni? Önmagában ezeket az összeesküvés elméleteket. Tehát, hogy mármint, hogy ugyebár, hogyan mondjam, tehát büntetni, vagy gondolok erre így az álhír terjesztésre, hogy mert, hogyha én nem tudom, most ez egy... könnyen rávágjuk, hogy igen, akkor ezeket nem tudom, büntessük meg, stb., de ugye bármikor kerülhet az ember olyan helyzetbe, hogy ugye ezt az, tehát, hogy ellene tudják fordítani. Tehát most gondolok arra, hogy az első hullám alatt is ugye a kormány is elkezdte ugyebár a bizonyos információkra azt mondani, hogy az álhírterjesztés. Tehát az a kérdésem, hogy
inkább itt az edukációnak lenne a lényege, mert ugye a Facebook is szokott korlátozni, vagy hogy itt mi a jó megoldás. Hogy az angolok, vagy az amerikaiaknál van ez a media literacy kifejezés, hogy ők ugye arra mennek rá, hogy kvázi így az információnak egy olyan értelmezése, ami már olyasmi, mint az olvasmi tudás. Tehát, hogy mi a jó? Igen. Nagyon nehéz kérdés. Ez egy jó kérdés, nagyon átfogó kérdés. Ennek csak egy-két aspektussal fogok tudni válaszolni. De tényleg ez egy nagyon komoly dilemma, hogy mit lehet ezzel a jelenséggel kezdeni. És különösen nagy dilemma, ugyebár demokratikus társadalmakban. Alapvetően én azt mondanám, hogy egyrésztről szerintem azt rögzíteni lehet, hogyha hiszünk a szólásszabadság eszméjében, és mindenre is mondom azt, hogy miért nem szabad abszolutizálni a szólásszabadság alapú érvelést, akkor egyébként az, tehát egy klasszikus, mondjuk liberális elvet alkalmazva azt mondhatjuk, hogy mindenkinek van joga a hülyeségekbe hinni. Egészen addig, amíg ez másokra nézve nem jelent kárt. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Mondjuk én azt gondolom, hogy például a laposföld hívők, ez van, aki ezzel nem ért egyet, de a laposföld hívők szerintem teljesen ártalmatlanak. Most akkor azt gondolják, hogy lapos a föld, és akkor ebből mi következik? Tehát, hogy hol érjük tetten, vagy mondjuk sokan hisznek egyébként gyíkemberekben. Nem annyira sokan, de mondjuk egyes kutatások szerint az amerikai választók 2-3%. Most oké, hát lehet gyíkemberekbe hinni, vagy ufókba hinni. Hát most ettől nem áll meg a világ. Miért ne lehetne egyébként? És ugyebár itt jön az a filozófiai jellegű kérdés, és erre utaltál, hogy igazából végsősorban ki mondja azt meg, hogy mi az igaz, mi a nem. És feltétlenül... Hát, bocsánat, Péter, talán még egy dolog van itt, hogy ugye ez attól is függ, hogy valaki politizálja ezt a kérdést, mert ha mondjuk én csinálok egy pártot, amelynek az szerepel a programjában, hogy az oktatás, bevezetjük a nemzeti alaptantervbe az alternatív föld alakok oktatásának a kérdését, akkor azért az már az egy komolyabb dolog, mint hogy nevetgélünk azon, hogy meg akarják nézni, hogy görbül-e a Balaton a horizonton, vagy nem. Igen, persze ez igaz. Tehát, hogy az, hogy mennyire befolyásos ez az elmélet, az nem lényegtelen, és nyilván igaz az, hogy cáfolni kell, meg szembe kell menni mondjuk a lapos föld elmélettel, és vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy azért a YouTube-on ez egy elég komoly követőtábort kerített magának. Nyilván mondjuk a modern tudományos világnézetünkben ez nem nagyon fér bele, és valószínűleg földrajztanárként én sem érezném nagyon jól magam, hogy az osztály felé arról kéne győzködni, hogy de a föld az valójában gömbölyű. De hogy ezzel együtt azért az nem egy lényegtelen kérdés, hogyha ezt a Péternek ezt a kérdését mondhatjuk, hogy mikor van jogunk azon gondolkozni, hogy bizonyos típusú elméleteknek a terjesztőit, meg magukat az elméleteket, a terjesztőit szankcionáljuk, az elméleteket maguk háttérbe szólítsuk, akkor szerintem már két fontos kritérium. Az egyik, hogy azért itt lényeges az, hogy ezek befolyásos elméletek legyenek. Tehát vannak tényleg annyira ezoterikus, meg ilyen lényegtelen elméletek, amiknek nincsen semmi társadalmi hatása. A másik viszont az, hogy veszélyesek legyenek. És én azt gondolom, hogy mondjuk, hogyha az oltásellenességről beszélünk, az oltásellenesség az évente tízezreknek a halálát okozza. Ugye szóval, már az, hogyha... Nem, hogy... Igen? Csak azt mi is tűrhetünk oltás ellenesnek, hogyha az orosz vakcinával kételkedünk. Tehát ugye ebben pont ez a nehéz, hogy most a másik oldalon minket is vádolhatnának összeesküvés elméletekkel, pedig a másik oldalon pedig tudományos magyarázata van annak, hogy az oltás az zártan készült, tehát nem volt a publikálva az amerikaival szemben. Tehát csak ezért mondom, hogy ez olyan furcsa. Persze, ez egy jogos felvetés, de ugye az oltás ellenség az nem arról szokott szólni általában, hogy ez a konkrét vakcina, ez nem oké, hanem arról, hogy az oltások általában nem okék, és a mellékhatásaik súlyosabbak, mint az immunizáló hatásuk, tehát hogy alapvetően ezek veszélyesek, hogy ezek lerombolják az immunrendszert, halált okozhatnak, stb. Tehát, hogy az oltás ellenség, a konkrét oltásokkal szembeni szkepszis, nyilván el lehet mondani, hogy az adott esetben akár lehet indokolt is, és nyilván nem mondhatjuk azt, tehát, hogy azzal, hogy azt mondjuk, hogy vannak az oltáspártiak, az oltás ellenség, ezzel ez önmagában nem egy tudományosan, nem egy hasznos nyilván felosztás, mert hogy
nyilván szükség van a nagyon rigorózus vizsgálatokra, azt illetően, hogy milyen vakcinának pontosan milyen hatása, mellékhatása, stb. Nem véletlenül olyan hosszú ez a folyamat egyébként, amíg végül is eljut a, tehát végül is a betegség megjelenése után azért egy évvel lesz az, hogy elkezdődhetnek maguk az oltások igazából. Tehát, hogy ez két különböző logika. De ugyanakkor, hogyha azt gondoljuk, nem tudom, vannak ugye bár megnézzük a terrorista szervezeteknek az összeesküvés elméleteit, azért általában azok tényleg arról szólnak, hogy XY csoportot azért kell megölni, vagy azért kell egy teljes társadalom, azért lehet egy társadalom tagjait mondjuk feláldozni, mert ezzel valamiféle nagyobb jó irányába akarunk elmozdulni, és ez igazolja ezt. Ugye bár ha megnézzük az egész holokausznak a morális igazolását, még akkor is, hogyha ez nem a lakosság, hát hogy mondjam, nem a lakosság szem előtt zajlott ez a folyamat, de akkor is az egész morális igazolását végig egy ilyen grandiózus összeesküvés elméletek jelentették azt, hogy ugyebár a Cion bölcsének a jegyzőkönyve, stb., hogy a zsidók végsősorban az árjafaj eltüntetését tűzték ki célul, és ezért fel kell velük lépni ők szembe. Tehát, hogy ez a veszélyesség, ez a társadalmi kár, azt szerintem egy nagyon fontos jelenség ebben. És igen, én azt gondolom, Péter Pomeráncnak van egy olyan gondolat, és szerintem nagyon fontos gondolat, hogy egész egyszerűen a mai korunkban nem, tehát, hogy egy paradigmánk van arra, hogy a nyilvánosságon gondolkodjunk, és ez a szólásszabadság paradigma, ami nyilván nagyon fontos, és meg kell, hogy maradjon, de nyilván az az elv, a dezinformáció korában nem igaz, hogy a legnépszerűbb, a legrátermettebb magyarázat elterjed majd a világba, és igazából van az ötletek keringésének egy ilyen szabad piaca, mert amit látunk, az egy nagyon durván manipulált nyilvánosság, nagyon sok esetben, és ugyebár tudjuk azt is, hogy az információ, hát az nem tudom, az ukrán konfliktusban, és nagyon sok más esetben, az konkrétan emberéleteket, a dezinformáció emberéleteket okozhat, és fegyverként lehet használni. Tehát, hogy kell egy kicsit más felfogás ahhoz, hogy valójában hogyan kell az információval bánni, ez nyilván kell egy ilyen kifinomultabb kategóriarendszerünk, hogy milyen típusai vannak a téves információknak, és melyik mennyire hogy káros, de hogy ezzel ne kerüljen meg a konkrét kérdés, és én azt gondolom, hogy például az nagyon helyes, hogy a nem tudom, a Facebook, a Twitter, az oltás ellenes mozgalom sok, meg sok koronavírus tagadó oldalt is egyébként eltávolított, vagy eltemetett, ami ugyebár azt jelenti, hogy nagyon nehezen találjuk meg ezeket a Facebookon, mert igenis ezek nagyon káros elméletek. Senki ne feledje a szavát, muszáj a töltőmért kimennem, hogy ne kapcsoljon le a gép, itt vagyok egy percen belül. Volt jelentkezett, ha nem tudom látni. Igen, én is láttam. Addig az egyik kommentelő, ami neked szól, Zoli, arra válaszolsz? Jó. Hogy mit gondolsz az Illuminátiról? Ez nekem szól? Konkrétan neked szólt. Nem tudom, nincs ki. Amúgy azt te kérdezted sem? Másokat használsz fel most. Nagyon sok. Hát ez egy klasszikus esküvési elmélet, nem? De itt van Péter. Hallasz már minket? Igen, itt vagyok. Jól van. Boldi. Nekem az a kapcsolatos lenne a kérdésem, hogy a különböző platformok, mint például a YouTube, ugye nem kifejezetten passzívan továbbítja ezeket az üzeneteket, hanem teljesen aktívan kialakít egy buborékot. És hogy ezekből a buborékokból kéne kitörni az embereket, és hogy tudjuk ezt elérni. Esetleg, hogy mennyire felelősséggel bír mondjuk egy Twitter, tehát ez a fact-checking, ami most elindult, ez mennyire releváns. Ez is nagyon jó kérdés. A platformoknak szerintem nagyon nagy a felelőssége. Én nem szeretem azt, amikor az egészet felelősséget ráhárítjuk, és miért nem? Azért, mert ezek a platformok azért tudtak ilyenné válni, mert szeretjük őket, mert ott vagyunk rajtuk, mert igen, tehát hogy a kedvencem az, ugyebár, hogy nagyon sokan úgy gyalázzák, meg mondják, hogy be kéne szántani a Twittert, Facebookot, stb., hogy mindezt teszik a közösségi médiában.
Tehát, hogy ez egy meghatározó, tehát, hogy szerintem ez az életünknek egy kiiktathatatlan szintere, amelyek vannak továbbra is előnyei és hátránya is, és nem, szerintem nem jó, amikor csak ezt a nagyon apokaliptikus képet látjuk. Nyilván van egy ilyen oldala, és van nem tudom, láttátok-e a közösségi dilemma, vagy hogy hívják magyarul, social dilemma. Igen. Című Netflix filmet. Na most az a helyzet, hogy nyilván ez egy nagyon hatásvadász film, tegyük hozzá, hogy a Netflixen, ami egyébként maga is bizonyos szempontból már ezt a világot képviseli, de hogy arról, tehát igazából minden problémáért a közösségi médiát teszi felelős, és ez szerintem ez a serdülőkori depressziótól kezdve, az álhíreken át, a populizmus előretörésig, azért tényleg mondjuk végignézzünk a világ történelmen, akkor azért, hát hogy mondjam, a közösségi média nélkül is tudnak szörnyű dolgok történni. És ugyebár itt nagyon sokszor persze vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy a politikai polarizációt felerősítheti, a véleménypolarizációt a közösségi média, de ezek a jelenségek azért jelen voltak előtte is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, tehát van felelőssége a platformoknak, és minél több nyomást kapnak társadalmi oldalról, hogy lépjenek fel ilyen jelenségekkel szemben, annál inkább úgy érzik majd, hogy kell. És továbbra is vannak nagyon nagy hiányosságok, például a Facebooknak Magyarországon nincsen fact-checker egyáltalán. Ami különösen egy olyan időszakban, amikor a koronavírus dezinformáció terjed, probléma lehet. Tegyük hozzá a korrektség kedvéért, hogy mondjuk több vírustagadó ilyen celebritásnak, mint mondjuk Gődény Györgynek az oldalát egyébként eltávolította a Facebook, tehát hogy történtek azért lépések. Az a helyzet, hogy tehát két dolgot nem lehet várni. Az egyik az, hogy ez a dolog, ez annyira szabályozható, hogy teljesen eltűnjön, nyilván mindig meg lehet ezeket kerülni. A másik pedig az, hogy saját maguktól a közösségi média cégek érdekelté váljanak abban, hogy ők ezzel fellépjenek. Én azt gondolom, hogy ehhez kell az erős társadalmi nyomás, de tegyük azt is hozzá, és az előző kérdése is, a Péter kérdése is, sére is még válasz, hogy nézzük meg azt, hogy akik a leghangosabban szapulják manapság a közösségi médiát politikai oldalon, demokratikus országban általában azok a populista politikusok, akik sokszor saját választási eredményüket egyébként a közösségi médián történő mozgósításnak köszönhetik. Másrésztről egyébként azok az autoritár vezetők, akik szintén kiaknázzák egyébként az internetes véleményformálásban rejlő lehetőséget, ugyanakkor azt gondolják, hogy a több szabályozás révén ők már ezt nem tudják hatékonyan használni majd, és ugyebár az, hogy az álhírek ellen milyen állami intézkedések és milyen jogi intézkedések létezhetnek a fellépésen, nyilván itt el lehet mondani, hogy én szerintem van olyan típusú dezinformáció, amit tényleg ki kell, hogy merítsen büntető jogi kategóriákat, tegyük hozzá, hogy szinte mindenhol a világon van is, tehát hogy a büntető jogi szabályozásban bizonyos típusú elméletek azért általában büntetendőek. Mondjuk, hogyha tényleg valaki, nem tudom, elkezd dezinformációt terjeszteni, nem tudom, bombatámadásokról, vagy éppen mérget, méregről elkezdi azt terjeszteni, hogy ez gyógyír, ugyebár ezeket mondjuk a legtöbb jogrendszerben meg lehet támadni, de hogyha ezt a logikát túlhajtjuk, akkor nagyon könnyen ugyebár a kormányzattal szemben kritikus véleményekre lehet ráhúzni ezt az álhír, dezinformáció, rémhírkeltés kategóriát, amit ezt láttuk Magyarországon is, és akkor onnantól kezdve pedig ez a logika túlfut. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben a nagyon szélsőséges megközelítések soha nem jók. Hogyha belállunk abba a kórusba, hogy akkor a közösségi média minden problémának a baja, akkor igazából azok mellett találjuk magunkat, akik azért kiabálják ezt nagyon hangosan, mert saját hatalmuk elvesztését féltik a közösségi médiától. Tehát én az is hozzátartozik, hogy persze lehet mondani, hogy elégtelen, amit a közösségi média cégek csinálnak, stb. Nagyon sok fejlődés volt az utóbbi, de a Twitter az onnan indult, hát ez szerintem már 2010 körül lehetett, akkor még akkor arról ment a vita, hogy a legvadabb antiszemita kommenteket meg ilyen hashtageket eltávolítsák el. És ilyen advocacy szervezetek azért támadták őket, mert tényleg a legvéres szájú antiszemitizmus sem akarták, mert a Twitter az a teljes
véleményszabadságnak a platformja kell, hogy legyen. És most ott tartunk, hogy nagyon sok oldalt eltávolítanak, ott tartunk, hogy jelzi a Twitter azt, hogyha például ilyen államilag szponzorált információforrásra találkozom, mondjuk a Russia Today, az orosz külügyminisztérium által finanszírozott ilyen információforrás, például meg van jelölve, hogy az állami forrás, a kínai ilyen hivatalos csatornák is. Tehát tudjuk azt, hogy ez egy államtól származik. Eljutottunk oda, hogy szól nekünk a Twitter, ha meg akarunk osztani egy el sem olvasott hírt, stb. Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy ilyen technikai lépésekkel nagyon sok mindent lehet tenni. Soha nem lehet teljesen kiküszöbölni majd ezt a jelenséget, és én azt gondolom, hogy ezért nem lehet a jelenséget kiküszöbölni, mert ez bennünk van. Tehát, hogy ez nem a közösségi média algoritmusai, ezzel rá lehet tehetnek egy lapáttal, meg felerősíthetik. De hát ugyebár nem a közösségi média teszi szörnyűvé a világot, a szörnyűségek önmagában is jelen vannak, és ezeket lehet egyébként kiaknázni a közösségi média által, de ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, és tényleg az érdekes, hogy ezekről a kérdésekről vitázunk már nagyon régóta, és továbbra is igazából teljes véleményskálát láthatjuk. Azt leszámítva, hogy mondom, a nagyon, hogy mondjam, ilyen doktrinér és ilyen egyirányú, meg leegyszerűsített érvekre alapuló szólásszabadság érvelés, ez azért kezd eltűnni, és igazából már egyre többen belátják azt, hogy valamiféle korlátozásra szükség van a közösségi média téren. Ugye itt mi a közösségi médiát a liberálisok azért támadják általában, mert a gyűlöletbeszédnek a legfőbb helyszín, és tényleg hát erről szól az egész liberális diskurzus, hogy a populisták és a diktátoroknak a játékává vált a közösségi média. Jobb oldalon pedig azért támadják, mert liberális véleményterror van. És nem akarom azt mondani ezáltal, hogy akkor egyik se igaz, vagy mindkettő igaz, és hogy minden úgy jó, ahogy van, de hogy azért látszik, hogy itt érdemes ezeket egy kicsit, hogy mondjam, ilyen óvatosabban és finomabban, meg szofisztikáltabban megközelíteni. Mondjuk abból a szempontból ez tök érdekes, hogyha azt mondjuk, hogy kontrollálni kell ezeket a tartalmakat, akkor kinek a kezébe adjuk a kontrollnak a lehetőségét. És hogy ugye mihez képest kontrollálunk. Igen, igen, igen. Laknár Tarár úr, az Illuminati összeesküvés elméletről szóló kérdés már megválaszolta? Még nem. Nem kicsit, nem, melbevágott, hogy ezt külön nekem címezték. Mondjuk volt egy ilyen pólóm, de már nem tudom hordani. Sajnos már nem jó. Amin egy ilyen jelkép látható volt, de valójában egy dollár jel volt, csak látható volt. Még annyi? Kérdés? Még egy gondolatot, amíg, még ha érdelődik kérdés közben, annyit mondanék, hogy ez a dilemma, hogy mennyire lehet szabályozni az információt, és ugyebár különösen az, hogy hát ez a cenzúra, vagy hogy lehet-e a priori kijelenteni bizonyos információtípusokról, hogy azok károsak, és ezért eltüntetni őket az online nyilvánosságból. Ennek van egy praktikus olvasat, és én azt gondolom, hogy morálisan igen, tehát, hogy vannak olyan típusú, és nyilván ebben nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, és tényleg, de mondom, az oltásellenesség, az ilyen radikális oltásellenességet azért ide sorolnám, meg a gyűlöletbeszéd bizonyos formáit, de ugyanakkor, hogy van egy praktikus érv is, és az is elmellett szól egyébként, mert a pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy ha találkozunk egy dezinformációval, akkor az hat ránk. Akkor is, hogyha kritikailag tudjuk, hogy nem igaz, akkor is fel fogjuk tudni idézni, és lehet olyan helyzet, amikor éppen korlátozott figyelmi kapacitással fáradtak vagyunk, stb., ennek révén fogunk döntést hozni, vagy olyan asszociációk jutnak eszünkbe, amit a dezinformáció alakított ki. Tehát, hogy a dezinformáció az hat ránk, és nincs olyan, a cáfolat után is megmarad ennek a hatása. A sok kutatás kimutatta. Tehát ez is amellett szor érként, hogy azért valamiféle megelőzés az biztos, hogy szükséges. Akkor még lenne két kérdés, a Boldi jelentkezett, meg a Samu. Ebben a sorrendben jól aztán. Hogy a kutatásoknál is vannak ugye etikai bizottságok. És én ide is valami hasonlót tudnék elképzelni, hogy egy független part dönti ezeket a
nyilván előre meghatározott értékek szerint. Uh-huh. Erre gyorsan reagálok is, ez nyilván egy létező elképzelés, és nem egy értelmetlen elképzelés. A francia fake news törvény, az gyakorlatilag valami ilyesmit tartalmaz egyébként. Hát illetve ez a Facebook fölülvizsgálati bizottság is valami ilyesmi. Igen, pontosan. Ugyebár itt is kérdés az, hogy tehát nyilván nincs tökéletesen elfogulatlan, meg objektív bizottság, de nyilván ez egy jó összetételezzel lehet dolgozni. Én azt gondolom, hogy ennek egy kicsit a Facebook részéről ezt nem tudom pontosan eldönteni, hogy ez bluff, vagy ez egy igazi komoly kezdeményezése, de szerintem a legközelebbi francia elnök vagy parlamenti választáson fogjuk azt látni, hogy valóban ez a módszer működhet el. Ugyebár arról van szó, hogy a médiumoknak, saját maguknak kell arról gondoskodni, hogy a dezinformációt eltávolítsák, és hogyha ezt nem teszik, akkor ezzel támadhatóvá, bírságolhatóvá válnak, és az, hogy mi a dezinformáció, az pedig egy ilyen szakértői bizottság dönteni el. De tudok más jól működő példát is mondani, vagy ezt még nem tudjuk, hogy jól működik el, de van erre jól működő példa, a szlovák dekonspiratori projekt, aminek az a lényege, ez abból kiindul, amit korábban mondtam, hogy a reklámbevételek az álhír oldalakhoz hajthatják a bevételeket, hogy ez a demonetizáció, a pénzügyi forrásoktól való elvágás jegyében igazából arra lehet törekedni, hogy egy ilyen szakértői bizottság, és ez Szlovákiában jól működött, megmondja, hogy melyek az álhír oldalak, és megkeresi a hirdető cégeket és az online szolgáltatókat, hogy na, ide ne menjen hirdetés. És tényleg így sikerült sok ilyen virtigli álhír oldalnak a pénzügyi forrásait elvágni. Tehát, hogy ez működhet, ez a módszer egyébként. Samu, még használjuk ki ezt a kis időt. Ugyanannyira, mennyire vannak nem veszélyes álhírek, annyira vannak veszélyesek is, és ez a cenzúra által sokkal jobban meg tudna bújni. Ez nem lehet nagyon veszélyes az emberek nézve, hogyha ezt cenzúrázzák, és nem a szem előtt van mindenkinek. Valószínűleg találnának egy olyan platformot, ahol ezt tudnák továbbosztani. Ez a klasszikus szólásszabadság érve, és szerintem van valami ebbe az érve, az a helyzet, hogy praktikus szempontból azért sok szempontból cáfolható ez. Ugyebár nagyon a kognitív pszichológiának és a kognitív viselkedés tudománynak azért van egy olyan nagyon általános megállapítása, hogy nagyon kényelmesek és nagyon felszínesek vagyunk a hétköznapi élet során. Hogyha ha valami szembe jön, vagy csak egyet kell ráklikkelni, vagy úgy a környezetemben megtalálom, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fogom elolvasni, mint hogyha tízet kell érte kattintanom. Ugyebár nagyon sok ilyen vizsgálat van, hogy egyszerűen azáltal, hogy mondjuk ha valamit be kell x-elni ahhoz, hogy egyet értsünk vele, akkor sokkal kevésbé fogjuk egyetérteni, mint hogyha azzal értünk egyet, hogy nem x-eljük be, mert az emberek többsége nem fogja be x-elni, és akkor így a véleményünket ilyenek dolgok tudják formálni. Tehát ennek alapján én azt gondolom, hogy ha valakinek dark webre fel kell mennie, és akkor ott az internet mély bugyraiba levadászni egy jó kis, nem tudom, vakcinaellenes kontentet, akkor ez kevésbé fogja megtenni, mint hogyha ezek szembe jönnek a közösségi médiában. Persze, akkor is meg lesz ennek a közönség, és lesz egy olyan tudatos közönség, aki erre így is el fog találni, sőt, akkor még ez fel is erősítheti persze a teóriákat, hogy háttérhatalom ellenünk van, de azért a társadalmi összhatása valószínűleg ezzel együtt kisebb lesz. De mondom még egyszer, itt nem arról van szó, hogy én általában mindenféle cenzúra érdekében kardoskodom és mellett érvelek, hanem arról, hogy vannak olyan minősített és extrém esetek, amikor ez indokolható, és amikor a szólásszabadság érvelés mellett más szempontokat is figyelme kell. Oké, menned kell? Hát menni kéne, igen. Akkor nagyon köszönöm szépen, akkor én elengedlek, nem akarom, hogy máshonnan hiányozzál. Én köszönöm a jó kérdéseket is, és hát mit mondjak nektek, most kaptok jegyet, vagy nem kaptok jegyet? Hát hogy a fenében kapnának jegyet? Jó, rendben, oké. Okay. Jó, hát akkor jó vizsgai időszakot kívánok majd, meg sok sikert, és hajrá csak itt tovább. Köszönöm szépen. Sziasztok! Szia!
Oké. Okay. Judit, leállítod nekünk a streamet, kérlek? Igen, ez most pár mondatot. A nem streamet része az órának. Köszönjük szépen a figyelmet. Mindjárt eltűnik ez a lehet. Köszönjük a nézőknek, hogy velünk tartottak. És lehet, hogy megtisztelő volt. Köszönöm szépen a... Kövessék a Strike TV többi adását is. Meg minket is Instagramon az osztályon. Instagramon és YouTube-on fel lehet iratkozni, lehet lájkolni, továbbosztani. Itt van az infoboxban az Instagramunk. Peti, te tudod leállítani, mert te hoztál tettelek, tudod. Elmegyek, hogy stop, jó? Igen.